Az Apa idő podcastot a Vodafone podcast Pioneers programja támogatja. eljön el az a pillanat, amikor rájövünk arra, hogy, hogy most már én nem az vagyok, aki voltam tíz évvel ezelőtt, vagy hogy éppen most ki vagyok, és mit szeretnék csinálni? Neked volt egy ilyen pontod, amikor azt mondtad, hogy, oké, okay, én, én, én vagyok az, az András, aki, aki több dologban egymás után meri, tudja, szeretnék kipróbálni saját magát, mert hogy így tudok kiteljesedni. Nekem nem pont volt ilyen, én ezt, amióta az eszemet tudom, így tudom, hogy ez az érzés, hogy én több dologban szeretném kipróbálni és kipróbálhatom magam, ezt hívják úgy, hogy homo sapiens, ez, ez az ajándék, amit kapunk ebben a földi életben. Én, bár különösen nem hergeltek szabadnak a szüleim, és ők nem is voltak talán olyan szabadok, mint amilyenek a mi generációnk lett, és más szempontból pláne a maiak. De tehát azok által, a könyvek által, azok által, a versek által, azok által, az operálőadások által, koncertek által, esti beszélgetések által, amilyen impulzusok engem értek én ebből, ezt szűrtem le. Ha én megkérdeztem az apámat, hogy én mit olvashatok ott a rengeteg könyv közül, akkor azt válaszolt, hogy azt, amit elérsz, és amit uh, értesz, és nem teszel vissza. Ez, én ezt mindig úgy tudtam, hogy, hogy szabad élni. És uh, én egy percig, uh, nekem nincsenek ilyen értemben korszakaim. Én nekem már az egész kamasz, uh, kamasz koromtól kezdve, ez azt hiszem egyértelmű volt. Ma már jobban meg vagyok ijedve, hogy mik történhettek volna velem, Uh, iszonyú szerencsének érzem, hogy ez a kis a naív kamasz burkom ez megmaradt. Én nagyon szerencsésnek érzem magam abból a szempontból, hogy nekem az élet nem koppintott az óromra extra nagyot, nem nagyobbat, mint uh, másoknak, hogy, hogy ezt nem lehet csinálni. Bennem mindig volt egy bizalom a tekintetben, hogy majd lesz valahogy. Nekem soha nem kellett reinventing myself, mert bennem nekem inkább el kellett csendesíteni azt a 26 másik ént is, aki egyszer akar. Nekem jelenleg is egyébként nem az a problémám, hogy, hogy a, hova tovább, eh, ha egyáltalán ilyen eh, navigációs hangulataim támadnak, és, és, keresek valamit, vagy elgondolkozom ezen. Nekem inkább az, hogy mi fér még bele ebbe, a, ebbe az időbe. Talán az egy jelentős változás, amit az utóbbi évek hoztak meg, nem egyik pillanatról a másikra, bár azt hiszem a fellélegzése a dolognak, vagy ennek, amit most mondani fogok, ennek az oxigénnek a beszívása, az talán köthető uh, konkrét időponthoz is, de ez nem különösebben érdekes mások számára. Szóval az a felismerés, a most felszabadított korszakomnak a legnagyobb felismerése, hogy nincs szükségem már végképp senkinek semmilyen visszajelzésére ehhez az egészhez, amit én csinálok. Uh, volt elegendő sikerem ahhoz, hogy uh, azt a szükséges belépőt leperkáltam a, egy ö, irodánál, hogy, hogy én akkor ezt csinálhatom-e, nekem jogom van ehhez, én ezt az utat választhatom-e. Én olyan boldogan írok a barátnőmnek, vagy még neki se, hanem csak a fióknak ö, dalt, vagy a feledésnek, és néha jobb dalt, mint amilyet bármikor írtam, ö, hogy, ö, hogy ezt eszembe nem jut, még csak egy. Sokszor még csak egy saját magamnak uh, voice recorder megnyomása sem. Uh, az meg, hogy másoknak előadjak, ettől uh, véglegesen eltávolodtam, de úgy távolodtam el, hogy a közelében vagyok, csinálom, ez a hivatásom. És ha megígéri nekem mindenki, hogy ezt megpróbálja nem félreérteni, amit most fogok mondani, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon szép szakaszba lehet, hogy lassan kezdek elérkezni, amikor én ettől nem kapok, hanem adni tudok. Én picit talán elkezdek nyomelemekben hasonlítani, és hogyha lesz időm rá, akkor még talán fejlődni is tudok azokra az orvosokra, apukámra és orvos barátaira, akik embereket gyógyítottak, akik nem azért mentek be a munkahelyükre, hogy... Munkahelyen legyenek, hogy fizetést kapjanak, akik nem azért mentek be, hogy milyen autójuk lesz ebből, milyen magánrendelésük, milyen praxisuk, hanem akik részben a tudomány szolgálták, részben a tudományos oktatás szolgálták, részben eh, konkrétan a betegeket eh, napi szinten szolgálták eh, és, és gyógyítottak. És én tehát mostanában. Úgy érzem, hogy mindaz, amit tudok erről az előadóiságról a magam részére, a magam számára, azzal már hasznos is tudok lenni, vagy adni tudok valamit, mert lejött róla az én egóm, az én sütkérezésem, és uh, nyilván nem száz százalékig, de, de most mintha úgy, mintha úgy kezdenék jól lenni.